Ha beállítottuk maga az időt, akkor ő gyakorlatilag elkezd visszaszámolni, megkezdi a kezelést. Innen beszívja az O2-t, itt pedig már elő az O3-at nyomja kifele egy ventilátor segítségével. Mindössze 30 g-ot nyom ez az egyszerűnek tűnő kis gépezet, mégis rendkívül hatékony. 50-szer hatásosabb és 3000-szer gyorsabb a helyiségek fertőtlenítésében, mint például a jól ismert klór, és egy gép akár egy 800 négyzetméteres belső tér teljes kezelésére alkalmas. Négy ilyen berendezéssel a város négy házi orvosi rendelőjének fertőtlenítését vállalta térítésmentesen egy szekszárdi vállalkozó. Azt mondja, az eljárás még kevésbé ismert, de a járványhelyzet miatt egyre inkább előtérbe kerül. Maga az ózon az oda is bejut, és ott is ki tudja fejteni a hatását, ahol mondjuk egy vegyszeres tisztítás nem sikeres, vagy éppen ugye a takarító személyzet nem jut el arra a pontra, azokra a részekre. Az ózongenerátor ugye a 100%-osan a helységen belül mindenhova be tud nyúlni. A héten a Magyar Honvédség az idős otthonok teljes körű fertőtlenítését kezdte meg. Ezek az intézkedések a vírus terjedésének megelőzése és már az élet újraindulása szempontjából is fontosak, értékelte a felajánlásokat Ács Ezső, szekszárd polgármestere. A kormány által bejelentett könnyítések, amelyek hétfőtől lépnek életbe, nem jelentik azt, hogy mindent azonnal fel lehet rúgni. Én továbbra is azt kérem, hogy mindenki óvatosan, az idősek különösen tartsák be a szabályokat és óvatosan mozogjanak a városban. Tolna megyében jelenleg 15 igazolt koronavírusos fertőzött van, így a kevésbé érintett területek közé tartozik, ami a városvezető szerint csak abban az esetben maradhat így, ha a lakosság olyan fegyelmezett marad, mint eddig.